60 fokon főzőerővel. Ilyen fehér lesz. Az új Persil már 60 fokon ragyogó fehérre. Mint a kifőzött ruháim, szuper! Igen, a Persil alacsony hőmérsékleten is szuper erős. Így megtakarítom a főzőprogramot. És akár 50% áramot is. Új Persil 60 fokon főzőerővel. A szuper erő. Álomcsapat. Egy új foci játék. Rajtad múlik, hogy álomcsapatod edzője legyél. Játsz a győzelemért. 15 heti játék után 5 millió a tét. Szelvények játékszabályok a totózókban és a nemzeti sportban. Álomcsapat. Ez több, mint játék. Neked van a legszebb hajad a világon. Sejmes, lágy, csillogó. És egészséges, mint a tied, hiszen mindketten az új Sauma B5 Provitamint használjuk. Az új Sauma hatóanyagai a hajszálak mélyére hatolva mindvégig gondosan ápolják, sejmesen fénylővé és könnyen fésülhetővé teszik a hajat. A Sauma B5 Provitamint a te hajad is szereti. Mint a simogatást. Újabb lépés a természetes hajápolásért. Új Sauma, az egészséges hajtudomány. Itt a totális válogatás, a Total Dance 9, rajta a Fun Factory. Módó, korona és a Two Unlimited. Angolul a Hip Hop Boys, DJ Bobo, W, a Goat in the X, Calvin Rotain és a Technocat. Yeah. Vától mint egy 1400 kilométernyire. Ennek a falunak a lakói egy elszennyeződött folyó mentén élnek. Évtizedeken át mérgezték őket, mégpedig olyan forrásból, amelyet nem láthattak, egy olyan helyről, amelynek még a létezését is tagadták előttük. Ez a hely volt a hidegháborús korszak egyik legszigorúbban őrzött titka. A környékre a zárt város vetette árnyát. A zárt város. A Gyecsa folyó forrásvidéke pusztaság. A jég alatti iszapréteg erősen rádióaktív. Az 50-es években itt elhelyezett szennyezőanyag tovább sodródott a folyami hordalékkal és lerakódott a folyópartjain. Muszlumovó falu 40 kilométernyire van. A folyóparton a drótkerítésnek már csak a roncsai állnak. Figyelmeztető táblák sehol. A muszlumovói gyerekek a jéggel játszanak. Itt szánkóztok a folyón? És nem féltek? Itt. Igen, itt. Hol szoktatok játszani? Nem, arra! Meg itt is. Itt, meg ott is. De arra lejjebb jobb. Iván Teplyakov 20 éve vizsgálja a folyó hordalékát, de nem is olyan régen még tilos volt figyelmeztetni a gyerekeket a sugárzás veszélyre. Nyáron úszni is szoktatok? Igen. Igen, de tavaly már nem úsztunk. Nem féltünk itt úszni. Tavalyig mindenki itt úszott. Ne? Nem mondta senki, hogy ne ússzatok itt? Nem. Nem, senki. Fontos lenne, hogy a szülők is tisztában legyenek a veszéllyel. Behívattak bennünket a községházára, és azt mondták, a folyó teljesen tiszta. Úszhatunk benne, használhatjuk a vizét.
A víz maga alkalmas úszásra, de a hordalék és a part a vízszintig szennyezett. Mindenki úszik benne, persze, hogy úsznak. Én is láttam, hogy úsznak a folyóban. Én is láttam, hogy úsznak, de nem annyian, mint az előtt. Na igen. Az előtt. A gyerekek úgy ellepték a partot, mint a kislibák. Muszlumovóban a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt ízületi panaszaik vannak. Az orvosok szerint ezeknek a stroncium 90-nel erősen szennyezett ivóvíz lehet az oka. Az az anyag 1949-től kezdve került a vízbe. Így aztán az ittenieket nagyon hosszú időn át érte sugárzás. A mi nemzedékünket, a gyerekeinkét, meg az unokáinkét 20-szor akkora fertőzés érte, mint Csernobilban. Dr. Brian East, glasgowi sugárbiológus, az első nyugati kutató, aki sugárszintméréseket végezhet a befagyott folyón. On my monitor here, the current rate's gone up about 8 times from. Itt 8-szor annyit mutat a berendezés, mint a parton. Ott 10 volt, itt most 80 körül van. Pusztán ezeknek a méréseknek az alapján megállapítható, hogy az itteni lakosokat 8-10-szer erősebb sugárzás éri, mint ami már veszélyes. Megítélésem szerint a gyerekeknek nem volna szabad itt játszaniuk. Én minden esetre nem engedném ide a gyerekeimet. Az egész terület radioaktív, a normálisnál sokkal magasabb mértékben. A hatóságok elismerték, hogy a Tjecsa partjai lakók közül 935-en szenvednek krónikus sugárbetegségben. A leukémiások száma legalább 40%-kal nőtt, és megnövekedett a gyermekhalandóság is. Mondja, vannak itt leukémiás betegek? Honnan tudnám? Nem mondanak nekünk semmit sem. Azt a szót, hogy rák, ki nem mondják. Nem is mondanak semmit a rákról. Az ember kap egy cédulát, hogy menjen be kivizsgálásra. Úgy bánnak vele, mint egy kísérleti nyúllal. Fölírnak mindenfélét, de azt nem mondják meg, mi bajunk van. A közeli Cseljabinszk kórháza készült fel arra, hogy ellássa a Tjecsa partján lakó betegeket. A váróterem zsúfolt. Mi ott lakunk a Tjecsa partján. Ott folyik a kertünk végében. Ezért vagyok most itt a gyerekkel. És mit mondanak az orvosok? Nem tudnak rájönni, mi baja, pedig biztos, hogy baj van a fejével. Gondolja, hogy ezt az okozta, hogy a gyerek a folyónál játszott? Ott úsznak, nyáron oda járnak minden nap, de eddig nem volt semmi baj. És maga? Hogy érzi magát? Hát, hol így, hol úgy. És gondolja, hogy a folyó az oka? A falunkban minden második ember beteg. Mind rákban halnak meg.
Sok gyerek beteg? Sok. Oda költöztek a falunkba egy kislánnyal. Lehetett úgy 4 éves. Fél év után kiderült, hogy szemrákja van. Bele is pusztult. Meghalt? Meg. A klinika főorvosa Mira Kozenko szerint 500 000-an voltak kitéve sugárfertőzésnek. Ugyanakkor mindössze 52 ágyuk van a számukra. Akik itt várakoznak a folyosón, kórházi ellátásra szorulnak. Mégis többeknek nemet kellett mondanunk, mert nem tudjuk elhelyezni őket. Olyan orvosi műszerekre volna szükségünk, amelyekkel a korai stádiumban felismerhetnénk a rákot. A sugárfertőzés után ugyanis az egyik leggyakoribb betegség errefelé. A leukémia 2-szer olyan gyakori azok között, akik ki voltak téve a csecsefolyó erős sugárfertőzésének, mint azok között, akik nem. A vele született betegségek következtében bekövetkezett halálozás 2-szer gyakoribb az olyan gyerekeknél, akik az anyaméhben sugárfertőzésnek voltak kitéve. Nekem azelőtt nem volt agytumorom. Most van áttételes daganatom. A folyóparttól laktunk. Onnan hordtuk a vizet, ettük a halat a folyóból. Senki sem szólt nekünk semmit. A kórházban minden beteg panaszolta, hogy a legutóbbi időkig nem mondták meg nekik, mi bajuk. Ha a hadiüzemben valami baj történt, a paciensek diagnózisa szigorúan titkosnak minősült. Nagyon nehéz helyzet, amikor az orvos nem mondhatja meg a betegének, hogy mi a baja. De mi mindent megtettünk, hogy segítsünk a betegeinken, ha nem is lehettünk őszinték velük. Alá kellett írnunk egy papírt, hogy sohasem mondjuk ki azt, hogy sugárfertőzés, különben bíróság elé kerülünk. Az Urál-hegység erésze Cseljabinsktól Sverdlovszkig a II. Világháború vége óta el volt zárva a külvilág elől. Itt őrizték azt a titkot, amelyet Gary Powers le akart fényképezni, amikor 1958-ban lelőtték U-2-es kémrepülőgépét. A hivatalos térképek szerint Muszlumovó volt az első település a Tyecsa mentén. A lejjebb fekvő falvak eltűntek a térképekről. Az 50-es évek végén rejtélyes módon elnéptelenedtek. Gary Bowers célpontja ennek az útnak a végén volt. Muszlumovótól 2 órára az út le van zárva. Nyugati forgatócsoport itt eddig még nem juthatott tovább. A kapun túl egy város, amely nem létezik, nem szerepel a térképeken, neve sincsen. Fal és szöges drót veszi körül. Néhány évvel ezelőttig csak kevesen léphettek be ide. Még a rokonlátogatás is tilos volt. Hivatalos posta címe csupán ennyi. Cseljabinsk, 65-ös körzet. Az emberek csak úgy emlegetik, a város. A havas télben olyan fehéren csillog, mint a kristálycukor.
Fontosabb épületeit német hadifoglyok tervezték 1945-ben. A munkaerőt javarészt a keleti Urál gulágjainak politikai foglyai szolgáltatták. Vannak itt színházak, éttermek, szimfonikus zenekar. Állítólag 80 ezeren laknak itt, bár a város nagyobbnak látszik. Az idők során a falakon kívül híre terjedt, hogy itt példátlan jólétben élnek. El is nevezték a várost csokoládévárosnak. S hogy miért ez a jólét? Amiért maga a város. És a titok, amelyet rejt. Ám azoknak a kiválasztottaknak, akik átléphetik a kaput, nem lehetnek titkaik. Ez a város adott otthont a majaknak, Stalin Manhattan tervének, Amerika atombombájára adott válaszának. Hiroshima után Lavrentyi Beria, a politikai rendőrség főnöke utasítást adott Igor Kurcsatov fizikusnak, hogy gyűjtse össze a legjobb kopogyákat a Szovjetunió első atombombájának létrehozására. Az első reaktor megalkotása Alexei Spirin feladata volt. A reaktor alig egy év alatt elkészült. 1948-ban be is indították. Persze nem volt könnyű, de a rendszerünk bevált. Működőképes volt, és messze felülmúlt az övékét. Nagy összefogásra volt szükség. Ez államügy volt, és az állam el is követett mindent, hogy a dolgok a legrövidebb időn belül megoldódjanak. Megkaptunk mindent, ami kellett. Volt, hogy az anyagokat, élelmiszereket, meg egyéb cikkeket ejtőernyővel dobták le. Szerintem ez a jövőben műemlék lesz. Annak az emlékműve, hogy az emberek egy ilyen szörnyű háború után, ekkora veszteségekkel a hátuk mögött, hogyan teremtettek meg alig néhány év alatt egy alapvetően új iparágat. Maják. A Maják. A Szovjetunió első és legnagyobb atombomba üzeme. Itt kezdődött a fegyverkezési verseny. A Majak tette a Szovjetuniót szuperhatalommá. Ez volt az a titok, amelyet Gary Powersnak le kellett volna fényképeznie. A kovácsolt vas kapukon a 235-ös szám az uránium 235-re, az atombomba alapanyagára utal. Az üzem feladata a termonukleáris rakétafejekhez szükséges plutónium előállítása volt. 5 reaktora közül az utolsó 2 idén állt le. Ez most Oroszország lefegyverzési mintaüzeme. A munkások szétszerelik az általuk készített rakétafejeket, 20 ezeret az elkövetkező 10 évben. Feltűnő hasonlóságok vannak a Majak és a Hanford, az amerikai atombomba üzem között. Az oroszok azonban tagadják, hogy ellopták volna a Hanford tervrajzait. A hasonlóságok szerintük csupán felszínesek. A hasonlóság annyiban kétségtelen, hogy a Majak és a Hanford egyaránt szennyezi a környezetet. A fegyverkezési verseny kezdetén nemigen törődtek azzal, mi lesz a nukleáris hulladékkal. A Majak esetében a nukleáris versengés emberi és környezeti katasztrófához vezetett.
A Karacsajtó. Az 50-es években több millió liter ellenőrizetlen nukleáris hulladékot süllyesztettek bele. Most ez a kis tó a világ legradioaktívabb területe. Tőle egy kilométernyire páncélozott teherautók kőtömbökkel megrakodva haladnak a tó felé. Egy-egy kocsin 5 tonna ólom van. Az utazás egy ilyen autón, utazás az atomrobbanás utáni pokolba. A sofőrnek, Mansur Abdullának is mindössze 12 perce van, hogy letegye a rakományát, és biztonságba húzódjon. A sugárzás ennél a kis tónál 120 millió küri, 2,5-szer több, mint Csernobilnál. A sofőrruha nem nyújt védelmet. Néhány perc a sofőrfülkén kívül sugárbetegséget okoz. Egy órán belül meghal az ember. A jég alatt a stroncium, a cézium és a plutónium gyilkos keveréke. A mérések szerint a víz is egyre szennyezettebb. Feltöltik, mert 1966-ban az aszály idején erősen radioaktív porréteg lepte el a partot. A rákövetkező nyáron egy ciklon több ezer négyzetkilométeres körzetben szétfújta a port. A lakosságot figyelmeztették, hogy az ajtókat, ablakokat tartsák csukva. Hivatalos adatok szerint több mint 40 ezeren fertőződtek meg. A sofőrök váltott műszakban dolgoznak, de így is évekbe fog telni a tó feltöltése. A szélvédő megrepett, a vezetőfülkében pedig nincsen Geiger számláló. A Majak orvosai szerint a sofőrök nincsenek veszélyben. Mások azt mondják, hősök. Egy évvel azelőtt, hogy Gary Powers megpróbálta lefényképezni a Majakot, szintén baleset történt, ami szintúj államtitoknak számított, mint máig. A sugárzás mértéke egyre nő, ahogy közelítünk a baleset helyszínéhez.
Az 50-es évek végétől, amikor felhagytak azzal, hogy a szennyezett anyagot a Karácsajtóba ürítsék, a reaktorok szennyanyagát föld alatti raktárokban tárolták. A szellőző csövek még megvannak. Az ellenőrző rendszer az oroszok beismerése szerint sem volt megfelelő. A kiszáradt anyag robbanékony eleggyé állt össze. At 4:20. 1957. szeptember 12-én délután 4 óra 20 perckor a 14-es raktár felrobbant egy kilotonnás bomba erejével. A raktárban 80 tonna nukleáris hulladék volt a plutónium telepről. Ma már az oroszok is elismerik, hogy Csernobil előtt ez volt a világon a legsúlyosabb nukleáris baleset. A megsérült fedél még ma is erősen radioaktív. A számlálom 650-et mutat, a másik pedig üzemképtelenné vált. Bármilyen tisztogatást végeztek, a terület még most is erősen radioaktív. Húsz millió küri erősségű sugárzó anyag került a légkörbe, jó részt a majak fölé. A többi kilométernyi magas füstcsóvába tornyosult, majd szétterült a környéken. A szél elfújta a felhőt a város és a népesebb települések fölül. Ám az így is megfertőzött egy több mint 300 kilométer hosszú és 50 kilométer széles területet, mint egy 20 000 négyzetkilométert. A legsúlyosabban fertőzött helyeken a sugárzás elérte a 4000 kürit. Azóta lecsökkent 500 kürire. A terület közepén állnak Szatlikovó falu maradványai. Alek Nyigamatulin hallotta a robbanást. Hátra néztem, és valami ködöt láttam. Amilyen a hajnali köd. És ez a ködfelhő szállt felém. Aztán egy konvoj érkezett az úton. Fehérköpenyes emberek szálltak ki az autókból, és azt mondták, nem lakhatunk itt tovább. 24 órát kaptunk, hogy összekészülődjünk. Mondták, másnap küldenek értünk teherautókat, és elszállítanak bennünket. Ne vigyünk magunkkal semmit, csak az iratainkat, kevés személyes holmit, meg a ruhát, ami rajtunk van. Reggel ott is voltak a teherautók. A faluban mindenki sírt. Visszagondolni is rossz rá. Nem kívánom senkinek azt az érzést, hogy el kelljen hagynia a szülőhelyét. Nem, ezt nem kívánom senkinek. De hát, mit volt mit tenni? Ebből talán sejthető, milyen lehet a nukleáris tél. Fél millió embert ért sugárfertőzés. Tízezret telepítettek át. 23 falut romboltak földig. Több ezer állatot vágtak le. 9000 tonna termést semmisítettek meg. Több mint 30 év telt el, amíg a külvilág tudomást szerezhetett mindenről. A sugárzás az évek során gyengült, ám a zárt város környékén még ma is 20-szor akkora, mint Csernobilban volt a katasztrófa idején.
Misha Laptyev és Andrei Smagin évtizedeken át titokban dolgozott. Mindmáig tilos volt számukra, hogy beszéljenek erről. Azt mérik, mekkora sugárzást bocsátott ki nukleáris fegyvereket előállító üzemük, a majak. A jégréteg alatti hordalék 1000-szer radioaktívabb a normálisnál. Ez a sugárfertőzött zóna tömény természetes laboratórium, amelyben tanulmányozható a sugárzás hatása a környezetre és az emberekre. Egy halász a jégen akar megtelepülni. Az itt lakó baskírokat intették attól, hogy a tóból halásszanak. Ám a hagyományok nehezen halnak ki. A fagyott hordalék szennyezettségét a kutatóközpontban mérik. Azt kutatják, hogy mennyire szennyeződött a majak katasztrófájától. Vizsgálták a Tyecsa folyóból származó kagylókat is. Az eredmény elképesztette szakértőnket. Ilyen nagy mértékben radioaktív anyaggal még nem volt dolgom. A műszer skálája nem bizonyult elegendőnek. A kagylók ebbe a medencébe a Tyecsa forrásvidékéből kerülnek. Plutóniummal fertőzöttek. Ezen a környéken mintegy 12 000 éve van élet. Kihalt falu egy kihalt vidéken. A falut hajdan úgy hívták, hogy Metlino. 400 család élt itt. Az itt lakók nem tudták, hogy a Szovjetunió atombomba üzemének hulladékát ebbe a vízgyűjtőbe ürítik, amelyből ez a vízimalom is üzemelt. Valentin Korzsanyikov gyerek volt 1956-ban, amikor a falu egész lakosságát kitelepítették. Tudtuk, hogy a vízzel van valami, de hogy mi baj van vele, azt nem. Az asszonyok a folyóban mostak. Szép tiszta lett benne a ruha. Metlino alig 8 kilométerre volt a zárt várostól, Cseljabinszk 65-től és annak hadi üzemeitől.
Amikor a nukleáris hulladékot a Tjecsába ürítették, a partmenti településeket fertőzés érte. Metlinó falu lakóit máshova telepítették át. Itt kutatóállomást létesítettek, hogy mérjék a sugárzás erősségét. Az intézmény igazgatóját, dr. Gennadji Romanovot azért küldték ide, hogy segítse megtisztítani a területet az 1957-es robbanás következményeitől. Ez volt a laboratóriuma. Egy gulag maradványa. Ott húzódott a kerítés. Minden sarokban őrtorony állt. A főkapunál pedig ellenőrizték a foglyokat, amikor kimentek munkára, meg amikor visszajöttek. Amikor belefogtunk a munkába, kezdő kutató voltam. Valentyin pedig laboratóriumi asszisztens. Nem féltünk a sugárzástól. Tudatában voltunk, hogy létezik. Ismertük a szintjét, meg hogy mi nyújt védelmet ellene. De akkoriban a veszélyt sokkal nyugodtabban fogadtuk, mint most. Munkájáról csak most beszélhet a külvilágnak. A központban 300 ember dolgozott. Több mint 30 éven át gyűjtötték az adatokat arról, milyen hatással vannak a környezetre a nukleáris balesetek következtében fellépő nagyfokú sugárzások. Ebben a mozgó laboratóriumban a tudósok mintákat gyűjtenek a károsodott falvakból és földekről egy úgynevezett sugárzástár számára. Az út mentén tábla figyelmeztet, hogy tilos a belépés. A sugárzási terület még mindig tiltott zóna. 100 küri per négyzetkilométer. Tábla figyelmeztet, hogy a gomba nem ehető, mert magába szívja a sugárzást. A fák barométerként jelzik a szennyezettséget. Az 1957-es robbanás előtt ebben az erdőben nyírek és fenyőfák nőttek. Csak a nyírfák maradtak meg. A fenyők mind kipusztultak, pedig azok is kétszerte ellenállóbbak a sugárzással szemben, mint az ember. Kivágtunk egy átlagos nyírfát. Felfűrészeljük, hogy mintát vegyünk belőle. Megmérjük a radioaktív elemek arányát, a stronciumét, céziumét, plutóniumét, mindenét, ami benne van.
A hóréteg pajzsként tartja vissza a sugárzás javarészét. Hát ez meglehetősen rossz. Az én számlálom 370-et mutat. Ahonnan indultunk, csak 10 volt. Itt pedig 360-nal többet mutat. Mindjárt megnézzük az orosz műszereken. Azokkal is elvégezzük ugyanezeket a méréseket. You wouldn't find anything like this in the UK, I don't think. Not readings like this in areas of the UK. Ilyesmit Angliában nem találok, mármint ilyen szennyezettségű területeket. Az ottani adatok körülbelül 2500-szor alacsonyabbak. Még csak meg sem közelítik az itteniéket. Nézzük meg ott a fák között, ott néha erősebb a koncentráció. Alek és Misa egereket fog. Bevált a csapda. Ebben is van valami. A mezei egér a nedves hűben találja meg a táplálékát. Nem tűri a szibériai hideget, azonnal megfagyna. Vigyázat, nehogy elszaladjon. A robbanás óta elváltozásokat figyeltek meg az egerek fehér vérsejtjeiben. A nagyobb állatok kevésbé vannak kitéve a veszélynek, mert elvándorolnak a sugár szennyezett tövezetekből. Mérik a stroncium szintet is. Gennadji Romanov irodájában egy a tiltott zónában elejtett 11 éves jávorszarvas agancsa. Erősen szennyeződött stronciummal. Kétszáz per szekundum. 50-szer annyi, mint amennyi egy laborban kritikus szintnek számít. Csak 200. Hát az nem sok. Az egyáltalán nem sok. 200 per szekundum. Az tényleg nem sok. A stroncium 90 esetében a dózis a távolsággal arányosan csökken. Úgyhogy itt nyugodtan ülhetünk. Itt nem fog kihullani a hajunk. Az intézet 18 kutatóját elküldték Csernobilba, hogy segítsenek a katasztrófa után, de tilos volt elmondaniuk, honnan jöttek.
A disznók sugárfertőzött földeken termett táplálékot kapnak, hogy megállapítható legyen, mennyi stroncium és cézium rakódik le a húsban. Ennek ismerete hasznára válhatott volna a gazdálkodóknak is Csernobil után, hogy sejthessék, mennyi cézium kerül a fogyasztókhoz, csak hogy eltitkolták előlük. Az adatok csak most váltak hasznosíthatókká. Romanov és felesége két nemzedéket nevelt fel itt. Emberi kötelességünk, hogy romlatlan környezetet hagyjunk az utódainkra. Meg kell tisztítanunk a földet. El kell távolítanunk a szennyeződést. Okolnunk kell egymás tapasztalataiból. Mindannyian tudunk valamit, ami átadható. Évtizedekbe telik, amíg megtisztíthatjuk a földet. Az Egyesült Államokban 100 milliárd dollárt irányoztak elő erre. Itt azonban egyetlen rubelt sem. Először enni kell adnunk az embereknek. Nálunk ez a fő probléma. A tervek szerint nemzetközi kutatóközpontot hoznak létre minden nukleáris eszközökkel rendelkező ország számára. Ez kemény valutát is hozna. Boris Nyikipelov, az orosz atomenergiai és ipari miniszter szerint a körzet megtisztítása több mint 40 milliárd fontba kerül. Országainkat külön-külön szennyeztük. De a megtisztításukhoz össze kell fognunk. Így nem kerül majd annyiba. Anyagi szempontból reálissá válik a végrehajtás. A város lakóinak az átlagnál több előnyük származott a kommunizmusból. Most a veszíteni valójuk is több. Csokoládé városban fogytán van a csokoládé. Romlik a pénz, romlik a közhangulat. A kutatók közül nem egy külföldön szeretné hasznosítani tudását. A hidegháború veteránjai visszasírják a régi időket, a régi értékeket. Alexei Spirin nyugdíjas éveit politikai és közgazdasági tanulmányok írásával tölti. Kedvenc könyve Morusz Tamás utópiája. Nem bántam meg semmit az életem korábbi éveiből. A hazámnak áldoztam őket. A hazám védelmének. Tiszta a lelkiismeretem. A régi rendszer letűntével a majak igazgatójának választ kell adnia a bírálatokra. Azt mondja, bánja a titkolózást. Manapság előtérbe került az a környezeti helyzet, amely 42 év hadipari tevékenysége következményeképpen alakult ki. Meggyőződésem, hogy ha e téren információkat szolgáltattunk volna, mióta az üzem fennáll, az 1957-es robbanásról, a Tyecsa folyóban történt hulladékürítésről, a hulladékok tárolásáról, az üzem környezetében kialakult helyzetről, beleértve az ott lakók egészségi állapotát, akkor ma nem kellene szembenéznünk olyan problémákkal, mint hogy a közakarat erőlteti az üzem lebontását. Nem volnának ilyen akut problémáink. Egyelőre igazolnunk kell a létjogosultságunkat. Ezzel szemben az egyik érv,
amelyet én messze menőleg elfogadhatónak tartok, a zöldek és általában a közvélemény részéről az, hogyha több mint 40 éven át becsaptatok bennünket, most már nem hiszünk nektek. De persze ilyen légkörben nem könnyű dolgozni. Metlino új telepén a gyerekekért aggódnak. A szülők szerint az orvosok nem veszik komolyan a panaszaikat, a majak munkatársai pedig nem működnek együtt velük. Ezek az anyák valamennyien kislányok voltak az 1957-es robbanás idején. Fejkána Godunova emlékszik, hogy mezítláb szaladt át a sugárfertőzött mezőkön. 12 éves fia csontrákban szenved, ami ritka gyerekeknél. Az orvosok szerint a betegség oka az anya több évtizeddel korábbi sugárfertőződése lehet. Elmentem mindenkihez, még Jelcinnek is táviratoztam. Voltam Fetyiszovnál is, a máják főnökénél, és kértem, hogy szerezzen valutát. Nemet mondott. Nem akar segíteni senki. Nekem nem volt gyermekkorom, és most még a gyermekemnek is fizetnie kell azért a robbanásért. A falu lakói és az őket kezelő orvosok nem találnak békességet. Mi is keserves helyzetben vagyunk. Kötelességünknek érezzük, hogy demonstráljuk, milyen egészségügyi veszteségekkel járt a nukleáris fegyverkezés. Az évek, évtizedek, évszázadok múlásával a sugárzás csökkenni fog, a környezet felépül, ez biztos. Csak hogy az ember élet véges. És senki meg nem mondhatja, hány nemzedéket sújt még a zárt város titka. Írta Andrew Weitz. Fényképezte Mike Barer és Graham Heslop. Rendezte Claire Dagen. A magyar változat munkatársai: Séri András, Morasi László, Talpas Iván, Miklai Mária, Győrvári Judit, Konrád Antal. A magyar változat a Magyar Televízió megbízásából a Videovox stúdióban készült. Kedves nézőink, adásunk véget ért. Munkatársaim nevében megköszönöm figyelmüket, kellemes pihenést kívánok. Jó éjszakát!